Most még állványok borítják a városháza épületét, de a felújítási munkákat hamarosan befejezik. Baktaló Rendháza önkormányzata is elfogadta a 2023-as költségvetést, amely továbbra is garantálja a szociális intézmények zavartalan működtetését, és emellett új beruházásokat is előirányoz. Ebben az évben 2,1 milliárd forintból gazdálkodhatunk. Ennek javarészét nagyságrendileg 70%-át a működési kiadások teszik ki, míg 30%-át, 650 millió forintot pedig az évi fejlesztések. A polgármester a jövőt érintő beruházások közül kiemelte a városközpont további fejlesztését, amelybe beletartozik a művelődési ház épületének bővítése, a köztéri park felújítása, parkolóhelyek és gyalogos átkelő létrehozása. Ezen túlmenően vidékfejlesztési program keretén belül lehetőségünk lesz mezőgazdasági földutak megépítésére, valamint a tanúszoda mögött egy új belterületi utat is kívánunk létrehozni. Ezen a területen egy lakóövezetet szeretnénk megvalósítani, lakótelkeket fogunk értékesíteni. Az itt élők nagyon büszkék arra, hogy 1993. október 1-én várossá nyilvánították Baktaló Rendházát. 30 éves jubileumot ünneplünk, szeptember 8-án és 9-én tartjuk meg az ünnepi rendezvényeinket, sporteseményeket láthatnak az ide látogatók, sor kerül a testvértelepülések kupájára, valamint ide várjuk a magyar öregfiúk labdarúgó válogatottat Baktaló Rendházára. Nagy Lajos hozzátette, a kétnapos eseményre zenei, színházi és más kulturális, illetve gasztronómiai programokkal készülnek.